A debreceni nemzeti tanévnyitóval egy időben tartotta ellentanévnyitóját a Demokratikus Koalíció. A párt abban bízik, hogy nem kell hagyományt teremtenie ezzel, mert jövőre le tudják váltani a kormányt és át tudják alakítani az oktatási rendszert. A többi ellenzéki párt is kemény kritikákat fogalmazott meg az új rendszerrel kapcsolatban. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt gyűltek össze a Demokratikus Koalíció szimpatizánsai, hogy megtartsák ellentanévnyitójukat a nemzeti tanévnyitóval egy időben. A párt szerint a kormány által felépített oktatási rendszer instabil lábakon áll, az hamarosan össze fog omlani. Ez az átkozott hatalom, ennek az Orbán nevű fickónak rohadt rendszere épp azt szeretné, hogy szabad, gondolkodó polgárok legyenek a mi gyerekeink. Azt szeretné ezzel szemben, hogy engedelmes, alázatos, szótlan követői, akik felmondják Orbán leckéjét nap mint nap. A szocialisták szerint az idei tanév nem lesz zökkenőmentes. Általánossá vált az oktatásban a bizonytalanság és a rossz kedv. Azt mondják, az új köznevelési törvény életbelépésével zárt és merev oktatási rendszer jön létre. Ahogy fogalmaztak, ez nem a nyitott kapuk, hanem a szigorúan ellenőrzött bejáratok iskola rendszere. Az állam teljesen félreértette a szerepét. Ennyire központosított, ennyire felülről irányított közoktatási rendszer sohasem volt még Magyarországon. Ilyen központosított közoktatás, mióta Magyarországon önálló tanügyigazgatás volt, soha nem volt, és nem is kell, hogy ilyen legyen. Az államosított és központosított rendszer életbe lép Magyarországon. Az LMP is élesen kritizálta a kormány által bevezetett új közoktatási rendszert. Osztolykán Ágnes szerint a Hoffmanni oktatásrendszer legnagyobb bűne, hogy diák és tudás ellenes lesz. Ez a fő oka Magyarország összes társadalmi és gazdasági problémájának, ez mindennek a gyökere. A Hoffmanni rendszer nem bízik senkiben, sem a pedagógusokban, sem a diákokban, a jövőbe is nem, a múltba is nem, a jövőbe réved. A holnap kezdődő tanévet 1,3 millió diák és 150 ezer pedagógus kezdi meg.